Mit is látott hát? A szomszédház kertjében megpillantotta óját. A kislány álomba szenderült egy nagy hintaszékben, az almafa hűs árnyékában. Mellette egy kerti asztalka, rajta egy fura kis manó. Nagy csúcsos sipka a fején, s egy ernyőt pörget a kislány arca előtt. Az ernyőről szavak képei röppennek tova az alvó kislány előtt. A kis oljának az álommanó elmesélte, hogy éjjel a házban, mikor az óra, mint mérleg méricskéli a búcsúzó nap utolsó pillanatait, egyenest a holtsugárból elvarázsolt királyfi jő hozzá. Kolja látta az órát, meg a holtsugarat és a királyfit is. Egész olyannak nézett ki, mint ő maga csak múlt századi ünneplő ruhában, az oldalán. Az ernyőről meg továbbra is szálltak a szavak, és a történet képei bontakoztak ki belőlük. Halt léptekkel ittosom, támma éjjel, neztelen. kiságy mellett megturpan, csitt, csak csöndesen. Arcutban ész firtatón, homlokon fúj könnyedén, s amint álmodtova röppen, röppen, a kastély tetrekél. A szobából bálterem lesz, körös körül áll a bál, kis lámpából aranycsillár, ifja vénye táncot jár. Rég nem látott kedves lelkek, egymást újra fellelik. Ismeretlen új világban örvendeznek reggelig. Titkos éjfél, a dolgoknak szárnyat ad az ihlet. Tova, hes, és szerte röppen hétköznapok szürke pora. Halka, csicsak, hol szelefú, várj, még gyertya ellobban, királyfitól csókot kap a királylány, és az magad vagy. Olja is látta álmában a szavak képeit, még válaszolt is rájuk szép komolyan. Ó, kedves álommonó! Igazat szólva, már régóta tudok mindent a királyfiról. Alkonyatkor csak tettettem, hogy elalszok. Amikor megjut, megszólítottam. Üdvözlégy felség, nagyon hiányoztál. Mosolyogva pörgette tovább ernyőjét az álommonó. Látszott rajta, tetszik neki olyan de mulattatja is ártatlan gyermeki komolysága. Úgy van, úgy bizony, te mókás kislány, mert gyermekkorunkban minden pont fordítva van, mint az életben. Amikor reggel lesz, csak mi képzeljük azt, hogy a varázskastéból közönséges házikó lett, szomorú rózsákkal az ablak alatt. Azért van ez így, hogy meg ne szakadjon szívünk a boldogságtól, hogy szeretünk és viszont szeretnek, meg hogy hős tetteket vigyünk végbe, barátainknak segítségükre legyünk a bajban. Majd, ha nagy leszel, talán mindez megismétlődik még egyszer, de csak azután, ha már megszeretted a házikót, a szomorú rózsákat és a nehéz győzelmeket. Most aludj, kedves gyermek! Az ernyő csak pörkött, a szavak képeiből már események képei lettek. Minden változott, alakult, ahogy a látomás is. A jövő jelen csalóka ábránt képei. Már a jótét vidám manó is nőni kezd, leúrik az asztalról. Egész nagy lett, mint egy felnőtt. Ólja apukájára hasonlít. És mire átalakult a manó, más lett már az álom is. Kis oljának álommanú mesét hozott, altató. Hulcsugáról leszaladt, bőbájforma kis alak. Oljához jő, s vajon ki? Elvarázsolt királyfi. Ha, ha ha ugyan már, nem tán hisz még valaki az ilyen mesékben. Olja apukája csak mosolygott, egyenest kóljára néz. Mutatóját a szája elé emeli. Pszsz. És erről egy szót se senkinek. Neked elárulom, én vagyok az elvarázsolt királyfi, halkléptekkel itt osonok, támma éjjel, nesztelen, kiságy mellett megtorpanok, csit, csak csöndesen a sötétet én elhessentem, világot töltöm szeretettel. Fejem mellét, kislányom, óvatosan lehajtom. Megint mindent megmásítok, életre kell kastély ódon, de erőm mindenkit meghökkent. Királylányok, mindnek csókom. Az utolsó szavak nagyon elgondolkodtatták olyát. Aztán új barátjára pillantott, azaz önmagára, aki fordítva van, s hangot adott kételjeinek. Eddig azt hittem, én vagyok az ávarázsolt királyfi. Persze, hogy te vagy, helyeselt jálok. De olja papája azt mondja, hogy ő a királyfi, hát akkor most róla szól a mese? A mese mindenkiről szól. Mindenki az lehet benne, amit csak akar, felelte komolyan, jálok. Hű, de bonyolult, Kolja, kólya. Azt hiszem, ezt sose fogom megérteni. Tanulnod kell még, javasolta, jálok. Nem sokára iskolába megyek, most ősszel. Minek várnál őszig? elkezdheted most rögtön is. Íme, a varázslatok iskolája. Majd folytatta kezével az égre mutatva. Ott van, fönt, Isten országában. Ezért hát először meg kell tisztulni, aztán pedig rá kell hangolódni. De ne félj, ez gyorsan megy, nyugtatta meg az kis kisfiút hiszen ez mind gondolatban történik, a képzeletünkben és a szándékainkban. Megtisztulni, mint a templomban, a szentelt vízzel. Miért? Bűnös vagyok? Nem, dehogy vagy bűnös, csitított a kis barátját jálok. Nem csináltál semmi rosszat. De ugye, Gondoltál rá, hogy meghúzod oljavar kocsát? Persze tudom, hogy ez csak egy tulakodó gondolat volt, attól a fiútól ragadt rád, akivel mostanában játszani szoktál. Igen, tudom ki az, helyeselt Kolja. No látod, hát ezért kell megtisztulnod. S ha már szóba húztad a szent vizet, talán a legjobb az lesz, ha felkeressük a szent forrást. És az hol van? Mindenütt, ahol csak eszedbe jut. A mi világunk ilyen, amit elképzelsz, az meg is valósul. Rögfest el is tűnt a csónak. A fiúk egy sziklákkal övezett szép hegyi tóhoz kerültek. Kolja körülnézett felfedezett egy széles mármány lépcsőt, ami levitt a tópartjára. Köröttük minden fénylőn tiszta, a tájból az örökké valóság nyugalma árad. Ez igen, ilyen nagy szavak magaslatára kerültem hát, gondolta magában Kólya. Hangosan meg azt kérdezte. Most mit csináljak? S körbeölelte tekintetével a sziklás völgy, és a hegyi túvarázsát, a sziklákról aláhulló vízesés és szépségét, a tó tükrén játszadozó fénysugarakat. Amit csak akarsz, amire a lelked vágyik, felelte állok. Ez itt szent vizes medence. Kolya határozott gyors mozdulatokkal kibújt a ruháiból, s a víz felé indult a lépcsőn. Jálok vele tartott, ám ahogy a part felé haladtak, minden egyes lépcsőfokkal más és más lett. Egyre nagyobbá vált, az arcvonása is megváltoztak. Kulja nem sokára meglepetéssel tapasztalta, hogy hasonlása egészen olyan lett, mint Krisztus, ahogy a könyvekben látta. Már a vízben álltak. Kólja engedelmesen, fejét meghajtva állt átalakult barátja előtt. Lelkemélyéből szakadt fel a kérdés. Hát te vagy Isten! Ahogy te is mosolygott rá Krisztus. Az hogy lehet? De hiszen te nem akartál csodálatos gója lenni, nem fogadtad el a varázsló címet sem, mert hogy barátok vagyunk egyenlő akartál lenni velem. Most hát azok vagyunk. Szárnyaló gondolataid miatt lehettünk egyenlővé. Most pedig figyelj! Olyan szavakat fogok mondani, amik helyreállítják a betegségből kilábalt szervezetedet. Ismételd utána, és jegyezd meg őket, mert most, hogy magad is Isten vagy, te is megteheted bármikor, amit most én fogok. A szavak felnőtteknek valók, úgyhogy amíg hallgatod, felejtsd el, hogy még kicsi vagy. Azzal Krisztus lehajolt, szent vizet vett a tenyerébe, és a kis fiú fejére öntötte. Mondd utánam, amit hallasz. Kolja némen bólintott. Úgy fogok beszélni, hogy amikor később felidézed a tudatodban a hallottakat, elgondolkozhass a szavak jelentésén és a bennük rejlő gondolatokon. Megérted majd azt is, mi közük a szavaknak a mostani eseményekhez. Kolja megint csak bólintott. Ismét Krisztus hangja csendült fel, de már másképpen. Hangosan szólt, parancsolóan helyreállítani és normalizálni az anyagcserét, a só és vízháztartást, ásványi anyagháztartást, elektrolízist, a szövetek és erek víztartalmát, a vitaminháztartást, enzim egyensúlyt és aminósav háztartást. Tudatunkkal mindezt szuper sűrű tömörítjük, és a szervezetbe küldjük, hogy ez megkapjon mindent, amire szüksége van a többi pedig a lehető legharmonikusabb módon távolszon belőle. Teljesen új volt ez a hang. Hangos. Erő és hatalom árad belőle. Betörtötte az egész völgyet. Utasítás az agynak. Regenerálni az összes nagy frekvenciás rezgést, kibontani a szervezet meridiányait és csatornáit, a pórusokat szétzúzni és kiüríteni a szervezetből az összes mérget, salakanyagot és hulladékot. Ürüljön ki mind a kéz és lábújakon és a bőr át, ami fölös, ami a szervezettől idegen, távolszék. Ürüljön ki a szervezetből az összes nehéz víz, a fejünk búbjától a lábunk sarkáig. Lentve nagy lefolyó sejtet állítunk. Ezen át örüljenek. Fent részt nyitunk, szent vízzel megtöltjük az egész szervezetet. Beburkoljuk a testet a szent lélek szférájával. Mennyei atyánk fényével, nagy tisztaságú fehér fényjel, az örökké valóság türkisz fényével, és az egyetemes szeretet rózsaszín sugarával. Szent vízzel mindent átmosunk, mennyei fényjel mindent megtisztítunk, az összes sejtet és membránt, az információs teret és az élet terét. Az energia most tömör pajzsot képez a test körül. A negatív programok nem tudják áttörni. Tágabbra a fénycsóvát, tágabbra a burkokat. Porladjon el, és távozzék az összes negatívum. A fény betölti az egész információs teret, az energiateret. Kolja életének egész fizikai terét. Az információt kivetíti a Föld, a Hold, az egész naprendszer információs terébe, s megjeleníti a kollektív tudatban is. Rendben, biztonságban zajlik minden folyamat, ahogy a szervezetnek a legjobb. Köröttünk fény. Csupa fény. Krisztus beszéd nem csupán érezte, de látta is, hogy mi történik. Látta, hogy testét megtölti a kristály tiszta víz, és kimos belőle minden homályt, minden negatívumot. Látta kiürülni szervezetéből a baktériumokat, mikrobákat, meghülése maradványait. Sötét fonalakon magukkal húzták energiájukat és információjukat is. A szent vízben feloldódott ez is. Állj a szent víz alá! Szólt rá Krisztus. Kolja szófogadóan a szikláról alábukó vízesés felé indult. Felpestítette a hűvös vízsugár. Így el három kortyot, mondta Isten. Amint megtette, Kolja rájött, hogy a víz nem csak gyógyít, átváltoztató hatása is van. No, ha csak meg nem gondoltad magad a mennyei iskolával, most följebb hangoljuk a szervezetedet. Mint egy zongorát? most el kólya. Maradjunk egyelőre inkább a gitárnál. Helyesbített Krisztus. Nézzük az embert kicsit másképpen, új szemmel. Látod? Mint egy kitád. Medence öv, gerinc oszlop és fej. Ez az isteni hangszer alapja. A szívből a lélek hétsávos útja visz a fejbe. Ezek a húrok. A fejben hét szféra van. Tekintetjük hangoló kulcsoknak. Van ezen kívül még három szféra, az isteni hangoláshoz. Krisztus beszéde közben Kólya látta is ez összes szavát. Képek voltak, elragadó, dinamikus ábrák. Hagyta, hogy magukkal ragadják, s már is egy újabb, csodaszép helyen találta magát. Erdei tisztás, tündöklő, tarka világ.